Sziasztok! Sziasztok! Egy nagyon erős, nagyon nagy napra készülünk, rengeteg minden fel van írva, Eiffel-torony, Champ de Mars, a szabadságszobor, mert bizony itt is van egy szabadságszobor, a Trocadéro tér, a Diadalív, végig sétálni a Champs-Élysées-n, akkor közben megnézni a kicsi nagy, meg a nagy palét, a Concorde téren végzünk, ha minden igaz, szóval egy elég húzós, jó, lábfárasztó nap lesz ez, és mutatjuk, képzeljétek el, vasárnap van, Párizs utcái pedig 9:30-10 környékén még itt a belvárosban. Hát, éppen hogy csak ébredezik a város. Na meg egy kicsit mi is. És hideg van. Indulás! Champ de Mars, vagyis a Mars mezőn keresztül haladva jutunk el magához az Eiffel-toronyhoz. Ez egy nyilvános park, és nevét a római Mars istenről kapta, és a legenda szerint azért, mert Julius Caesar légiói elfoglalták a mai Franciaország területének egy részét, viszont a helyi párizsi törzs rendkívül jól harcolt, és az ő emlékükre a csata színhelyét Mars istennek szentelték. Ugye az elején úgy volt, hogy az Eiffel-tornyot majd el fogják bontani, viszont hát mégiscsak megenyhült Párizs lakossága, meg a vezetés is, és hát úgy döntöttek, hogy megtartják. Viszont el tudjátok-e képzelni azt például, hogy egy csaló eladja az Eiffel-tornyot? És el tudjátok-e azt képzelni, hogy kétszer adja el egy ugyanazon csaló ugyanazt az Eiffel-tornyot, akinek semmi köze nincs hozzá? Megtörtént eset, Viktor Lustig történetét hallhatjátok, aki azért elég szépen átvert több embert is. Mutatjuk azért a tornyot közelebbről, közben meg mondom a sztorit. A cseh születésű Viktor Lustigot Párizsba küldték tovább tanulni, ő viszont hazárdjátékokkal kezdett foglalkozni, igazi szélhámos lett, és még 1925-ben egy kávézóban üldögélve arról olvasott a helyi újságban, hogy a világkiállításra épített Eiffel-torony fenntartási költségei hatalmas terhet rónak a francia államra, és a cikk írója a probléma megoldásaként felvetette, hogy talán a tornyot értékesíteni kellene ócskavasként. Ezután Lustig fejében már össze is állt a csalás terve. Papírokat, névjegyeket hamisított, és elegáns szállodába hívott több ismert párizsi vaskereskedőt. Elmondta nekik, hogy az egész eseményt tartsák titokban, hisz ő felel azért, hogy tényleg ócskavasként eladják a párizsi Eiffel-tornyot. Az ügyfelek közül André Poisson harapott a lehetőségre, kifizette Lustignak a vételárat, aki a zsákmánnyal felszállt a Bécsbe tartó vonatra, és még csak feljelentés sem kapott, hisz Poisson annyira szégyelte magát, hogy bedőlt egy ilyen csalásnak, hogy nem értesítette a rendőrséget. Na de Lustig nem állt meg, kis idő múlva visszatért Párizsba, újabb vaskereskedő őket fűzött be, viszont mielőtt másodjára is nyélbe ütötte volna az ügyletet, leleplezték, és már menekülnie is kellett. És az a helyzet, hogy ilyen ködös időben egyáltalán nem éri meg felmenni a tetejére, úgyhogy mi állunk is tovább, de azért az előző utazásomból egy-két képet bevágok, hogy hogy is néz ki ez a torony akkor, amikor süt rá a nap rendesen. Meg lehet, hogy jól veszik a svájci sapkát. Több mint 2,5 millió szeg, 15 000 vasalkatrész és több mint 40 tonna festék, és 1930-ig ez volt a világ legmagasabb épülete, egyszerűen gyönyörű, ha tehetitek, menjetek fel a tetejére, azért az se semmi. Na nézzétek, hol vagyunk! Ha? Képzeljétek el, nekem bakancslistás helyem New York, és most egy picit ott érezhetem magam, mivel itt vagyunk a párizsi szabadságszobornál. Bizony, ugye az eredeti, a New Yorki szabadságszobrot is Franciaország adományozta az USA-nak, és ez bár azért egy kicsinyített másolata. A New Yorki az 46 méter magas, ez pedig 11,5, de azért elég jó képeket lehet készíteni, meg hát jól néz ki itt is, na.
Trocadéro tér felé haladunk, ami minden fórum szerint egy igazi fotóparadicsom. Több teraszra oszlik, és a központi teraszon található a Varsói Szökőkút 20 vízágyúval. A park folyamatosan nyitva van, és szálljatok rá időt, mert nem egy-két perc körbejárni, na meg mindig van itt pár ember, aki megcsinálja a maga tökéletes szelfiét. Nagyon sokan innen csinálnak fotót. Biztos látjátok, hogy rengetegen szelfiznek most is. Nem hiába, azért tényleg elég jó a rálátás innen az Eiffel-toronyra. Szóval egy-két jó fotó erejéig, na meg a látvány miatt is szerintem bőven megéri ide elsétálni. Mindenhol ugyanazokat a kis Eiffel-tornyokat árulják, általában 1 euróért 5 darabot, de azért, hogyha alkudoztok, akkor simán lehet azért 1 euróért 6-ot vagy akár 7-et is megvenni. Úgyhogy okosan! Svájci sapka 2.0. Mielőtt a következő nagy úti célunkhoz tovább haladnánk, kicsit azért megpihenünk a Galliera Múzeumba, na azért nem olyan erősen, mint ő, de egy kis szendvics, egy kis víz lecsúszik, na meg addig is azért van mit forgatni. Hamarosan viszont elérkezünk a világ legdrágább utcájára, azt hiszem már sejtitek, miről van szó. A Champs-Élysées-t nem nagyon kell bemutatni, legalábbis a nevet, biztos, hogy nem. Igazából számomra semmi nagyon fontos nincs itt, egy csomó rengeteg bolt, a világ egyik legdrágább utcájáról van szó, az egyik végén a Concord tér, a másik végén a Diadalív, inkább a forgatag miatt lehet nagyon érdekes, de megoldható az is, hisz ugye sokaknak az álma, hogy a Champs-Élysées-n kávézzanak, és mit is eszünk most? Croissant-ozzanak, hát simán megoldható, vannak itt olyan boltok, ahol tudsz venni eszpresszót, megcsinálják neked, ott van a croissant, leülsz egy ingyenes padra, és megtörtént az álom, szóval megoldható ez is, megmutatjuk azért ezt a nagyon híres utcát, a világ egyik legdrágább, forgalmas utcáját, ahol nagyon érdekes látni azt, hogy vannak kéregetők, nagyon-nagyon szegények, miközben fölöttük tornyosulnak a világ legdrágább boltjai. Hát azért ez ennél sokkal igényesebb volt, csak a séta közben Nóri egy kicsit, hát, meggyalázta. Szegény! Mindenki Louis Vuittont akar. Mindenki. Párizs egyik leghíresebb látnivalója felé baktatunk éppen, ez nem más, mint a Diadalív itt a Champs-Élysées egyik végpontján, és képzeljétek el, hogy a rendeletet, miszerint kell egy hatalmas, nagy, monumentális emlékmű azért, hogy a mindenkori francia hadsereg dicsőítését szolgálja majd az utókornak, azt maga Napóleon császár adta rendeletbe, úgyhogy neki köszönhetjük, hogy ez ma itt áll, nem is akárhogy áll. Brutális, megint stabil lábakon. Elég stabil lábakon áll, megint csak azt tudom mondani, a képek nem hiszem, hogy vissza fogják adni, de bum pillanat, brutális sokkoló.
Az egyik oldalán megtalálhatjátok a tábornokok névsorát, máshol meg a legyőzött, elfoglalt városok listáját, és bármeddig nézed, mindig felfedezel valami apró kis részletet, amit még nem láttál. Nem hiába ez egy 100 000 tonnás monstrum, a maga 50 méteres magasságával, 47 méteres szélességével. És ha jól keresgéltek, akkor a 158 napóleoni csaták helyszíne között megtaláljátok Győrt is. Bocsi! Irány a harmadik Sándor orosz cárról elnevezett híd, amit még 1896 és 1900 között építettek, ez a város egyik legismertebb és legnépszerűbb hídjainak egyike, és na, hogy itt is fotózkodnak. Most egyszerre két esküvői fotózás is, szerintem nem lesz olyan rész a videóba kizárva, talán Disneylandet, hogy ne legyen egy esküvői fotózás benne. Na szóval, biztos látjátok, hogy rengeteg szobor, különleges, ártnövő lámpások, kerubok és szárnyas lovak találhatók, és mindenhol rengeteg arany. Nem hiába ez is a világörökség része, érdemes megnézni. A híd után lassacskán vissza is térünk eredeti célunkra, hogy elérjük a Champs-Élysées másik végét. Na de útközben van a Petit, na meg a Grand Palais, amit még az 1900-as párizsi világkiállításra építettek. És bár a Grand Palais felújítás miatt zárva volt, a Petit Palais-ba meg nem mentünk be, de azért kívülről se semmi az épület, úgyhogy a listánkban ezek neve mellé is oda került a pipa. Ez itt a Concorde tér, ahol most vagyunk. Ez Párizs legfontosabb csomópontja. Nyugatra van a Champs-Élysées, keletre pedig a Türéliák kertje. Igen. Középen pedig egy hatalmas, nagy obeliszk, amit még Egyiptomból csórtak el. Na jó, nem csórtak. Valójában az egyiptomi alkirály Mohamed Ali 1829-ben adományozta Franciaországnak a 3300 éves obeliszket, ami akkor még a Luxori templom előtt állt, azért kíváncsi lennék, hogy tényleg önszántából adta-e oda. Lényeg a lényeg, igézően néz ki ezen a téren, ahol volt már egy-két forradalmi vérfürdő is. Most én beszélek, mert Nóri még eszi a maga adag nutellás palacsintáját. Biztos észrevettétek már, hát elég nyilvánvaló volt, hogy rengeteg kert van itt Párizsban. Tényleg válogatni kell, hogy hova akartok elmenni. Én a Türéliák kertjében már egyszer voltam, és nagyon jó hangulat volt akkor is. Teljesen ingyenesek a padok, ki tudod magaddal hozni a bort, rengeteg táncos szokott lenni a fák alatt, ilyen saját performanszal. Itt is szoktak lenni események, szóval mindenféleképp ez egy olyan jó kis csomópont, amibe, hogyha eljöttök, akkor vagy lazulni, vagy valamiféle látványosságot is még el tudtok csípni. Templomok után nézzétek meg a kerteket. Porral, pezsgővel, nyugodtan lehet inni már délelőtt is. Nem néz meg senki. Senki. Finom kis por, ez a nadrágot is befogja. Közte minden növényt. Egy jó ideje kaphatja. Kaphatják? A Tüléliák palota egy tetőcserét készítő gyár helyére épült, innen ered a Tüléliák elnevezés is, és a kert is ezt a nevet kapta. A Concorde tértől egészen elhúzódik a Louvre-ig, akartok itt táncoltok, énekeltek, beszálltok egy petang mérkőzésre, vagy csak lazultok és pihentek, de megéri ide is elnézni.
Na az vajon úgy, hogy került fel? Na hát akkor le is zárjuk ezt a napot, amit a videó elején felsoroltunk listát, az szinte kivétel nélkül sikerült teljesíteni, egyet kivéve ez nem más, mint az Eiffel-torony teteje. Biztos láttátok ti is a felvételen, hogy nagyon ködös volt az idő, nagyon rossz volt az időjárás, és tényleg, hogyha felmentünk volna, semmit nem látunk a tetejéből, úgy meg akkor minek, szóval áttettük az utolsó napunkra, és újra eljöttünk ide a Rivoli 59-be, mert annyira tetszett ez a hely mind a kettőnknek, hogy úgy gondoltuk még egyszer gyors. Megnézzük, és akkor már itt is zárunk. Igen, nagyon jó nap volt szerintem. Szerintem is. Tényleg ennyit járni, nem tudom, valahol 25 ezer környékén vagyok a lépésszámlálóval. Lassan 27 ezer. Lassan 27 ezer. Holnap pedig? Disneyland! A következő videónkból már onnan jelentkezünk, Disneylandből. Az egyik részlegét nézzük meg, ez a Disneyland stúdió lesz, szóval várunk titeket oda is, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen izgalmak, na meglátni valók vannak ott. Sziasztok! Sziasztok!